Nos, üdvözlök mindenkit, Darkseid! Yay! Ismét kések, Gearbest-en vagyunk természetesen. Most a Sanemu pengéket szeretném egy kicsit, az újabbakat, vagy legalábbis relatív újak, mert ezen az oldalon viszonylag újak vannak fönt. Nézzük meg egy kicsit őket. Nagyon jókat találtam, csak őszintén megmondom, az árakon nem mondjuk kibékülve. Meg is mondom, hogy miért. Az első, amit néztem, az ez. Új tokok vannak hozzá. Mint látjátok, most már más, tehát a felső ilyen műbőr, bőr, valamilyen utánzat, és patentos, hála Istennek, viszont az alsó része ez a Kydex, ami ugye jellemezte is a Sanemut, és ugye az enyémnek is az volt, hogy itt a középső részén volt egy ilyen forgatható rész, a S720-asnak azt hiszem. Őszintén megmondom, viszont ez nem tudom, ez annyira nincsen szépen kiforva, tehát ez egy sima, mintha 3D-s technológiába válták volna ki, és nem sok kerekítést látok rajta. Lehet, hogy kényelmes, fix pengés, tehát jól néz ki mindenképpen, de szerintem ennyit nem ér meg maga. Az anyaga pedig 12C27-ből van, 440 körüli anyag. G10-es markolat persze, meg a tököm. Nem tudom, szerintem ennyit nem érne meg. Tehát ez nekem, és ez ugye flash szélen is van, vagy nincsen? Mindjárt megnézzük. Ez most momentán nincsen. A másik testvére ezek ugyanaz, csak egyenes pengébe. Úgy látom, hogy most az új verzióknak ezeknek mind ugye ez a Kydex alja, viszont bőr teteje van, tehát úgymond az övedre könnyen rá tudod fűzni, fönt be tudod kapcsolni. Gondolom azért, hogy ne nagyon mozogjon jobbra-balra, illetve az oldalat az jobban ragaszkodjon, de ebből igazából, ha beleteszed, nem szabadnak ki csúsznia, és ami nekem is volt Sanremo, bocsánat, abból sem csúsztak ki, tehát ahhoz nem volt külön egy ilyen rész. Ez volt a másik, amit nagyon tetszett nekem, flash szélen van, tehát 11 000-re van árazva. Őszintén 5% szinte lófasz igazából. Ehhez is hasonló van, ez egy kicsit ilyen karambitos, feelinges van, vagy kukria. És ugye megvan a gyűrű is a végén, de rendesen is lehet fogni. Tehát hála Istennek viszont itt, mint látjátok, le van kerekítve rendesen a két széle. Mert ez szokott lenni a gond, hogy ugye a nice késeknél nem volt, illetve nem ért be teljesen maga a fémes résznél. És nem tudom, hogy ezt ki tudom merevíteni, nem? Jó van. Tehát, hogy nem ért végig ez a rész, itt az egeire nézitek, hanem nagyon-nagyon belógott, és marhára cseszte az ember kezét. Ez penger kialakítása flat vagy drop pointos, tehát nem cseszte semmi gond. Így tudjátok megnézni, tehát egy karambitus feeling, de normál pengével. Tehát maga a karambit feelingje, itt a gyűrűje megmaradt, viszont nincs benne ugye a nehezen élezhetőség ugye a karambitnál, az ív benne, és ezt egy nagyon egyszerűen tudod élezni, igazság szerint. Elővenni már nem mondanám, tehát önvédelemre azért nem, mert ki kell patentolni, tehát a tetejét. Na most vagy patentolva, vagy nem úgy hordod, nem tudom, hogy a patent nélkül mennyire libegne így az oldaladon, tehát mennyire állna el tőle, tehát gondolom okkal tették rá ezt, dizájnos, nagyon jó, viszont gyors előrántás miatt, a patent miatt ugye előbb ki kell kapcsolni, és utána tudod előrántani. Nem tudom például, hogy ez mennyire nehéz, tehát hogyha mondjuk itt az öveden van, és elkezded fölrántani, hogy nem ugrik ez az egész föl. Fölrántásnál, hirtelen rántásnál hangsúlyozom. Amúgy ez is azt hiszem 12C27, az ugyanabból van. Sajnos a penge hosszak az mind 9-10 cm, tehát ezek viszonylag nagyobb kések. Igazából a mi országunkban nagyobbak, tehát amúgy meg nem olyan baromi nagyok. Ugye karambitnak van írva, a karambit stílus, tehát nem kifejezetten karambit, de karambit stílusban. Aki szereti, szerintem ez egy jó penge, tehát maga szúrni is, vágni is, szerintem biztos, hogy kényelmes vele, gondolkodtam rajta, de őszintén mondom, az ára azért egy kicsit húzós volt. Itt van például a másik, amit mindjárt megpróbálom megkeresni, hogy hol van. Ez. Ez is, mint látjátok, 15 000-be került eredetileg. Ez van meg nekem kisebb formában. Ugye azt hiszem, hogy ez a 725-ös, és nekem a 720-as van meg, azt hiszem. Akkor is létezett, már hangsúlyozom. Annyi a különbség a kettő között, mint látjátok, ennek van ez a része. Tehát ugye ez, amit forgatható. Hoppa, és változtattak rajta. Ó, ugyanis nekem itt ez a rész nincsen meg. Tehát nincs ennyire, nem csúszik ennyire be maga a tokba. Nem tudom, hogy ez esetleg feszesebben is tart-e. Nekem így körülbelül idáig van. Lehet, hogy azért meg kisebb a kés, és itt van egy új tartó, ezen viszont nincsen meg az új támasz. Érdekes. Tehát nekem ennek a kisebb verziója van meg, ami 7 vagy 8 centis, tehát pont belefér, ez viszont 10 centis. Na most azért, mert egy kés gyakorlatilag teljesen ugyanolyan és fekete, és 2 centivel vagy 1,5 centivel nagyobb, mint ami az előző, azért nem hiszem, hogy mondjuk 10 000 forintot drágábbra kéne tenni.
Nem tudom, hogy ez most komolyabb dologból van, de szerintem ugyanabból van építve, nem? 14C28 kicsit esetleg komolyabb film, még nem néztem utána, hogy ez milyen. Az előző pedig azt hiszem, ami nekem van, az 4, nem, az 8CR-ből van, bocsánat, tehát más, érdekes, hogy más filmből csinálták ezt, és igazából annyi a különbség a kettő között, ami nekem van meg ez, hogy 2 centivel hosszabb. Mondjuk maga a kinézete, nem tudom, hogy az... De jó, hogy nem a fekete. Tehát egy kicsit, mintha jobb, hossz, nem tudom, hogy a hossz miatt tűnik egy kicsit másnak. Valami miatt a penge nekem egy kicsit másnak. Az enyémnek, mintha egy kicsit tömzsibb lenne itt valahogy, talán jobban dizájnolva van, nem tudom, de lehet, hogy ez csak optikai csalódás, de szerintem annyival többet azért nem ér meg, meg 2 centivel nagyobb. Itt van a másik verziója, ez ugyanaz, csak a, mit tudom én, más a markolat színe. Ezt leszámítva igazából jó, itt ugye az, amit mutattam fősőnek a rózsaszín, a narancssárga verziója. És ami még tetszett, azt hiszem az ez volt, 12C27-ből van, ez egy kicsit ilyen brutálisabb fejjel rendelkezik, és kőmosott hatása van. Ilyen nekve van, na így nézett ki az körülbelül, jó lenne megmaradná. Tehát az enyémnek a tartója is így nézett ki, annyi, hogy itt nem, tehát nem ment ennyire bele markolatig, hanem csak a pengét igazából, és itt ki lehetett nyomni az ujjaddal, plusz ugye ilyen forgatható volt a maga a toknak a szerkezete, tehát az nagyon tetszett benne. Markolatra semmi különösebb, nem tudom ezt a mintát miért szeretik ennyire. Ja, de nem, ez is olyan, bocsánat, ez is olyan, belemegy markolatig, és akkor itt van rajta a patent, csak azt nem vettem észre, bocsánat. És ezekben a színekben létezik, ami nem tudom miért tették föl, mert gyakorlatilag csak feketébe lehet megrendelni. Úgyhogy, de ez is 98 mm, tehát majdnem 10 centi. Kinti dolgokra viszont szerintem baromi jól lehet használni, tehát semmi gond nem lenne vele. Elég vaskos a feje is, tehát hámozni, faragni, csapni szerintem jól lenne, jobb, mint akár a másik is, és mondjuk súlyra nem tudom milyen, azért nem állt, ha van súlya is. Most néztem, hogy ezek az kések, amik itt majdnem szinte mindegyik új egy-két kivételével, mindegyik olyan 8-10 ezer, tehát mintha megemelték volna az árakat, drágábbak. Itt van például az a kés, ami nekem van picibe, azt hiszem ez is, de ez már multi, tehát azt jelenti, hogy múlt, mert szerintem a ez tök jó, nem is ez a kés. Na. Tehát a penge kialakítás nekem is valami hasonló, viszont annyi a gondolom ebben a multi, hogy van még egy penge benne. Ja nem, ezért jó. Tehát van fűrész benne, illetve horog, zsinórvágó, csavarhúzó, mi az francnak hívják ezt, milyen sör, nem sör, de sörnyitó, konzervnyitó, stb. Tehát ezért jó pofa. Szerintem nem sokkal nagyobb, mint az én késem. Mindjárt megnézzük a méreteit. 66 mm, na ez a 6 centis, körülbelül ennyi az enyém is. Valószínűleg, hogy ennek a markolata nagyobb. Tehát a markolat, mivel többet pakoltak bele, szélesebb és nagyobb. Ha valakinek tetszik, szerintem nem annyira. Mondjuk 6000 forintért azért bassza meg. Azért nem biztos, hogy olyan baromi jó. És ennek nincsen öfklipsze, ugye? Ja, de van ők, akkor nem tudom miért tesznek hozzá izét. Mindegy, adnak hozzá egy, viszonylag talán jól is van megvarva, így képről hangsúlyozom. Tehát jól van megvarva ez a tok, ami ritkaság, mondjuk meg kéne fordítani, látni, hogy mondjuk hogy van, vagy hogy néz ki az övbefűzője, mert azért ott el szokták baszni rendesen. Viszont mivel van rajta övklipsz, ezért szerintem könnyen be lehet akasztani a gatyádba is, és akkor minden napra akár egy multitoolként vinni. Tehát ez is egy jó pofa, szerintem még, de kicsit sokallom az árát, mivel az enyém az kb. 2-3 ezer forint volt, és ugyanekkora, jó, ebbe több minden van, de ezek itt már folderesek, ez is 7000, nem szóval nem volt ez régen ilyen drága, úgy vettem észre, tehát csak a nagyon jó, meg D2, meg hasonlóak voltak ilyen baromi drágább, vagy drágábbak, meg aminek hosszú volt a pengéje, most viszont azt veszem észre, hogy 7000 vagy 6000 alatt nem is nagyon vannak késeik. Jó, van itt egy, de hát ez körülbelül úgy is néz ki. Ja, úgyhogy tetszik ez se rossz, ez a fajta. Illetve hol a túl, ez is tetszik, csak ugye nekem már van egy ilyenem, viszont az ára barmina nem tetszik, tehát elég nagy emelések voltak igazából. Vissza. Nézzük a ganzót. A ganzónál úgy látom, hogy 5000, ez mondjuk ezt a undorító színűt nem tudom miért tették ilyen drágára, itt van mindenfajta, hála Istennek a ganzónak, ezzel is szemeztem már, hangsúlyozom, de erre mondjuk ezt szerintem tartja az árát. Hát itt mindenki találna magának, tehát a ganzó az jó minőség, de mintha itt is 20%-ra, 30%-ra le volt, ja ez mondjuk D2-es.
Csak mert ez gyanús nekem, hogy miért ilyen baromi. Ilyen fordított reverse karambit elméletileg. Hát nem tudom. D2 a célból van. Ez mondjuk tényleg D2 a célból szoktak lenni. Jó pofa. Hát nem tudom. Őszintén egy kicsit vegyesen vagyok itt az árakkal, de úgy vettem észre, mintha most emeltek volna. Na most lehet, hogy azért emeltek, hogy utána megmondhatják, hogy 30%-a visszavettek belőle, és gyakorlatilag ugyanott vagy, és még mindig keresnek rajta. Tehát szoktak ilyet csinálni, meg gondolom most már november, decemberben jönnek a Black Friday, Grey Friday, White Friday, mindenfajta Friday jön, csak valaki vegye már meg. És azért jó pár alkalma, mint ahogy a Wish, meg az összes ilyen egyszerűbb, meg ilyen parasztvakító oldal szokta használni, szerintem ennél is néha használják. Oda teszik, hogy 90%, és akkor ott van valami 12 000 egy vacak késér, és meg tudod venni 500-ért, és mindenki azt hiszi, hogy de jó, közben eredetileg is 500-at ér ez a kés, ha Black Friday van, ha nincs, tehát ez olyan parasztvakítás. Tehát ugyanazokat, az a poén, ugyanazokat a késeket, sőt, még ugyanazokat a fotókat is használták, amit esetleg én a eBay-en vagy Gearbest-en láttam, tehát bárki, aki rákeres, az rögtön láthatta volna, hogy ja, persze, az a szar 30 000-be kerül, ugyan már, soha büdös életben. Itt a ganzó, ami nekem van a másik fajtája, tehát ez biztos, hogy jó munkakés lenne, tehát mondjuk a zöld szín egy kicsit érdekes, de ja, van feketébe is, király. Na, ez már biztos, hogy jó munkakés, különmosodhatás, szerintem ez olyan, mint az enyém, csak normál pengekialakítással, másfajta stílusban biztos, hogy jó kés lenne, tehát akinek akarna ilyet. És azt hiszem, hogy ez miből is van? 40 persze ebből csinálja. Igen, 80 mm-es sajnos a penge hossza, úgyhogy ez éppen úgy mondanám az utakra, a bálna. Azt nézem, hogy a következő oldalon mik vannak még esetleg. Érdekes, az én késemet, amit néztem, vagy amit vettem innen, az már nincs is fönt. Ez is egy jó, szerintem, már csak kinézetre is. A legtöbb 440-ből van, tehát különösebben nincs nagy meglepetés. Maga, valahogy a formája olyan egyszerű, letisztult, de mégis azért úgy benne van, hogy azért penge. Tehát ez amire úgymond mindig számíthatná, nem tudom, valahogy így. Lehet, hogy a ganzónak van ízlése vagy stílusa hozzá, hogy ezt megcsinálja. Ezzel is szemeztem, csak attól féltem, hogy túl hosszú lesz, ilyen szilató beütés. Amúgy ez se rossz, csak ez viszont vékony, tehát ez biztos, hogy kis helyet foglal el. Ganzó kilmosott, szerintem ezzel sem lenne gond, milyen hosszú? 88, ez még hosszabb, tehát 2 mm-re hosszabb, mint a másik, és ugye szúrásra. Kérdéses, hogy vágásom ilyen lenne, viszont biztos, hogy kisebbek, meg vékonyabban, mint a másik, és hogy látom, ebből is háromfajta szín van. Ó, nem is rossz. Aki szereti esetleg az egyenes pengét, vagy ezt a lánzsa kialakítást, az szerintem 5009. A ganzóra az ugye bizonyított már nagyon sok esetben állam, és tényleg jó, meg van csinálva, és nem szokott gond lenni vele, amik nekem voltak, tehát azt mondanám, hogy az még úgy határeset úgy megéri. Tehát az 5-6 000 forint azért, igen. Most ez nem tudom, hogy valóban le van-e ellenőrzve, vagy csak úgy kiírták. Tehát mostanában kezd ez a Black Friday őrület lenni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok esetben felárazzák ezeket a szarokat. Fura Gear, azt hittem, hogy itt kések lesznek, tévedtem. Mi volt még? Azt hiszem az Enlan-nál láttam. Nagyon soknál például a Börtok. Na itt a Nice, itt az, amit mondtam, hogy a Nice. Ja nem, ez Enlan, bocsánat. Múltkor bassza meg Nice volt írva rá. Dögöljek meg, esküszöm, hogy a múltkor ez olcsóbb volt. Ez egy sima, egyszerű, olcsó kés, 8 CR-ből van, akkor még nem is olyan rossz, igazság szerint. Ugye van a recés változata, illetve a normál, őszintén megmondom, hogy én a normált ajánlanám, mert a rece az a baj, kicsi a kés, és nézzétek meg, hogy több majdnem a felét elfoglalja a pengének, tehát kurva szarverre vágni. A másiknak viszont nincsen gondja. Elméletileg, hogyha rendesen megcsinálták, mint ahogy itt mutatják, akkor ez egy nagyon fasz a kisebb kés le tud lenni. Tömör, nagy, tehát nincs olyan gond, viszont nem olyan hosszú szerintem. Pont jó a magyar utakra, tökéletes 7,3 cm, letisztult, szép, fekete, ki remélem, hogy le van... Ez már megint mi a jó büdös francot mutat? Remélem, hogy le van kerekítve minden része, tehát hogy ugye itt volt a Knives késeknél, hogy itt ez a rész, az egeret figyeljétek, itt ez a rész, ez nagyon sarkosra volt megcsinálva, tehát hiába volt rajta itt a markolatnál ez a rész, ami műanyag, vagy alumínium, vagy a fasz, ugye miből volt, semmit nem védett, és ugyanúgy ez az alsó rész cseszt, illetve a felső rész cseszte a kezedet, tehát nem annyira jó. Bocsánat, mindig van valami gebasz. Tehát azt mondanám, hogy múltkor dögöljek meg, vagy elnéztem, vagy az volt, hogy
Nice kiseknek néztem ezt, de ezen tanakodtam egy kicsit, mert olcsó volt, és azt hiszem, hogy volt nekem valami bónuszom is rá, de nem mertem bevállalni, most mintha emeltek volna az áron, pedig le van elméletileg árazva. Most, mintha minden későn esküszöm, mintha minden áron növeltek volna, tehát mintha azt vettem észre, hogy legalábbis olyan benyomásom van. Ezzel is szemeztem, enlanok, annyi, hogy van egy pici, meg egy nagy hozzá, ez tényleg ilyen női retikülbe való. Ez is duplán van? Ja nem, külön... Mi a szar a különbség a kettő között? A meg B. Vékonyabb? Nagyobb? Vagy mi a különbség a kettő között? Ja, más a markolat. Bocsánat, más a markolat. Nem rosszak az enlanok sem, még nem volt nekem ilyenem. Lehet, hogy egyszer majd beruházok, vagy megnézem. Árba biztos, hogy jó, ahogy azt nézem, ez megéri. 8 CR-ből van, tehát olyan nagy baromira nem tudsz tévedni igazából benne. Nekem ez a vörös szín nem annyira komá. Úgyhogy lapozzunk is tovább. Enlan, enlan. Mindegyik enlan különben, csak mondom. Sima, egyszerű, különlegesebbek. Milyen? És érdekes, mert az enlan van olyan árakon, amiben mondjuk a Sanremo volt régen. Tehát ez valami érdekes. Lehet, hogy csak bevezető árak voltak, hangsúlyozom. Heveder vágó? Nem is rossz. Na ennek vannak, az alsónak van olyan kialakítása, mint ami nekem volt a kanzónál, tehát ez a kacsacső, csak annyi, hogy az enyémnek ugye nem volt a tetején heveder vágó, nem egy rossz ötlet végül is. Van hely rá, nem cseszi, ha nem cseszi szét úgy a kés, tehát egy jó pofa, plusz az élezése is eléggé megoldott, tehát nem nincs gond vele. Ez egy 0-1 vagy 2-0-1. Hát figyelj, kinek mit tetszik. Nem egy rossz különben. Tehát kinézetre, illetve funkciót tekintve is. Többi. Ilyenet nem szeretek általában. Túl csicsázottat, vagy ami szivárvány színű, vagy ilyen baromságok vannak rajta. Túl vékony. Hú, de érdekes. Na mindegy, inkább adjuk. Enlamba nem annyira szoktam belemenni, őszintén megmondom, melyik volt még. HX, na nézzük. Ő is még inkább ilyen jobbakat szokott csinálni, csak elég drágám. Hát nem vitték túlzásba, úgy látom, hogy lófasz kése nincsen. És mint látjátok, az eléggé megkérik az árát, régen azért nem volt ilyen. Multipurpose, mi az anyám kínja ez? Oh, mini clips, vagy chipesz, vagy mit tudom, mi a szar. Nem, mint a svájci bicska, körülbelül azt tudnám mondani. 5000 forintot szerintem azért nem ér meg. Na nézzük, milyennek vannak még. Piranya, na nézzük, az, azt hiszem az a... Igen, ez az egyfajtája van, jól sejtettem. Charlans! Hű, de lefogytak! Ez mindig furagén, na itt van a furagén. Ami az előbb még piranya, ja, mert be van ütve a Charlans, meg a piranya, jó van akkor. Igen, mindig ki kell ütni előtte, meg különböző az összeset beleteszi. Jó van, hülye vagyok. Azt hiszem kések lesznek, de... Ja, itt az én késem, azt hiszem. F9, nem látom attól a szartól. Ja, nekem valami hasonló van, csak nekem egy kicsit más a feje, de őszintén megmondom, jó. Tehát elég durva, elég jó anyagból van, nem volt gond vele. Egy csávó tesztelte is, úgyhogy... Én azt tudom mondani, hogy jó. Na kíváncsi vagyok a Voltronra, mert ez a szeretem, utálom volt a Voltronnál. Ugye itt volt az a... Ilyen kés nem ajánlanék, őszintén megmondom, a hegyezése, meg a vágása is, ez szerintem egy átok. Ez jó pofa. Azt hiszem ilyenem van nekem, vagy valami hasonló, egy kicsit tantósabb. Mindjárt megnézzük közelebbről. Nem, más a kialakítás. Egy kicsit fejes görbére hasonlít a hátsó része. Nincs gond vele, annyit, hogy én elbasztam a sajátomat. Ó, másfajta van a izéje. Én hülyesége miatt elbasztam ugye a összcsatját, illetve a... Nem már komolyan. Tehát elcsesztem egy kicsit azt a kést, viszont érdekes, mert ennek már itt vannak benne a csavarok a másiknál, teljes egészében takarta, tehát le kellett szednem az üzét róla, hogy egyáltalán van-e benne valami, ugye, és ebben már hál' Istennek nincs benne az a kék szar, ami az előzőben benne volt. És ahogy látom, egyikben sincs már benne, ja, de ebben benne van.
Na így nézett ki, hogy ugye itt a markolat alatt volt itt, meg itt valahol egy csavar benne, de nagyon leglazultak, és szét kellett ahhoz szednem, plusz utána nem tudtam visszarakni rendesen a csavarokat, tehát ez egy kurva idegesítő dolog volt, úgyhogy baromi jó, meg nagy, meg súlyos kés, meg minden, meg könnyen jár, de az Isten válját, hogy nem tudták normális csavarokkal megoldani. Ez pedig, ja, azt néztük az előbb, jó van, akkor azt mondom, az. Ezt akartam, bocsánat. 5000-et nem tudom, hogy megér-e, őszintén megmondom. Jól néz ki, dizájnos, ebbe is az van, hogy ó, hátul van, jó van, nincs gond vele. Jó nagy, viszont nem látom, hogy ja, ott van, jó, itt van. Ezt akartam kérdezni, van-e hozzá zsebklipsz? Az elég fontos dolog. Miből van ez a szar? Nagy szérből. Akkor jó, én azt mondanám, akinek tetszik, biztos a Voltronban jó volt, csak én nem tudtam ezeket a bizonyos dolgokat, hogy hol kell meghúzni, tehát én basztam el, plusz nem kellett volna céltáblába dobálnom. Igen, ez benne volt. De ezt leszámítva igazából, hogyha tudtam volna, akkor jó kés. Tehát jó, megy, jó, baromi nagy, tehát nagyok. Tehát ez tényleg olyan, hogy az anyádat. Na, ezek mik vannak még? Úristen. Késekhez ez hogy kerül, azt nem tudom. Csima. Ezek meg milyen apróságok. Igazából az Enland szoktam megnézni, HX Outdoort, a... mi az anyádat? A... Furát, a Sanremo-t, a Ganzót, Voltront, Charlansot, de mint láttátok, nagyon kevés van most. Most nem tudom, a Sanremo-t föltöltötték, de az összes többiből igazából kevés volt a tudsz. Tehát nem tudom miért. Nos, ennyi lett volna most írtam a videó, egy kis barangolás, csak hogy lássátok, milyenek vannak itt, milyenek vannak máshol, eBay-en természetesen több van, de általában drágábbak is. Most valami miatt itt is felemelték a Sanremo árát, tehát meg is lepődtem rajta, hogy értem én új modellek, meg ilyenek, de nem volt szoktak ilyen drágák lenni. Tehát főleg úgy, hogy most ugye jönnek a nagy leárazások, meg hasonló dolgok, nem is értettem igazából, hogy miért mutatták, hogy miért volt ez. Mint látjátok, itt is itt van a Ganzo, itt már vegyesen vannak természetesen, de... Mindenki a flash sale van, de gyakorlatilag amiket én láttam árakat, a flash sale-esek is drágábbak, mint ami régenben voltak. Tehát biztos, hogy ez valami parasztvakítás lesz. Szerintem legalábbis, aztán majd ki fog derülni. Köszönöm a figyelmet, császtok!